Istenem, szétunom magamat. Unalmas ez a tévé. Nem unalmas. Találtam egy termet. Elmegyünk kajálni? Elmenjünk kajálni? Aha. Hát, végül is már kezdem unni amúgy a kenyeret. Elég unalmas kaja. Ja. Meg hát nem annyira finom igazából. Sziasztok! Csekkoljátok le most a shopomat a különleges Pégit és Danis termékekért, és akár most engem is megkaphattok, hogyha szeretnétek. Link a leírásban. Ha nem szeretnétek lemaradni egyetlen egy videómról se, akkor mindenféleképpen érdemes bekövetni az összes csatornámon. A képernyőn látjátok az összes csatornámat, de amúgy a leírásban is ott van. Nagyon-nagyon szépen köszönöm annak, aki ezt megteszi. Kövessétek be a Facebook és Insta oldalamat, hogyha szeretnétek minden hónapban Pégit és Danis termékeket nyerni, és hogyha folyamatosan akartok értesítéseket kapni a legújabb videóimról, vagy esetleg rólam, hogy mit csinálok, akkor szintű megéri bekövetni. Kell kajálni egy étterembe? Aha, kettő félét is találtam. Egy valamilyen... T.R.O. étterme, másik meg Nob. Nob? Nob, meg P.R.O. Oké, hát akkor kezdjük a Nobbal, nem tudom. Nobbal? Oké, te fizetsz? Aha, persze! Ha lehet jól van, jól van, oké, nem ajánlám, úgyis én videlek, tudom. Na, menjünk! Menjünk. Istenem, iránytűvel közlekedsz? Ennyire nem tudod, hogy hol van? Hát honnan tudjam, nem tudom. Olyan, ez itt, ezek közül volt valamelyik ház. Ezek közül volt valamelyik? Hát jó. Aha, van. Ott van fent. Ott van. De ezek nem hol? Sima házak. Hát ezeket nagyon egy sima háznak tűnik, nem tudom, nézzünk be. Ez kamu étterem lenne. Hát mindjárt kiderül, hogy az, vagy nem tudom. Itt ne költünk inkább pénzt, amíg nem hát, tudjuk. Jó, hát akkor most már teszeljük, de hogyha már eljöttünk ide. Nem tudom, ide fel kell jönni. Merjünk ide menni? Nem oda. Nem ide kell? Nem a másik oldal, de ott van a Nob. Jó, volt tulajdonképpen. Jaj, pizazó, gyere PLS! Hát ez elég gagyi. Az de, jó van, menjünk, figyelj! De ki az a Nobis, mert? Szia, udva a pizzanal, mit akarsz? Mi? Micsoda? Szia, udva pizzanal. Jézusom! És hol van? Itt van, szerintem igen. Milyen kicsi már? Nagyon kicsi. Hát igen, elég ilyen, hogy én telettem magamat véletlenül kenyérrel, szóval egy kicsikét futok, hogy leadjak pár kizét, és egyáltalán ennél van valami? Jó napot, noob! Hello! Mi van, jöngéltek? Hello, Jézusom! Mit mondott? Nem tudom, mit mondott. Miben segíthetek? Yeah. Jézusom, hát nem tudom, kaja kéne, ja, hát... De tudod, kaja! Tehát nem valami annak csúfolt, hanem kaja! Ja. Tehát te nem szerettem az ételemet? Hát még nem tudom, még nem ettem. Tehát már? Nem tudom, én próbálom lefutni a ételemet, de nem nagyon izé. Nem nagyon megy le. Szóval lehetséges, hogy én nagyon, lehet, hogy kihagyom én ezt az ételést. És itt vannak virágok? Mert nekem nátám volna. Hogy nézd, Isten, allergén. Látom, itt nincsenek virágok. Itt van kemény kettő darab kenyér. Enyém. Mennyibe kerül? Kenyérbe kerül. Tehát, Dani, hallod? Kenyérért veszünk kenyeret. Egyre jobb. És aranyér mit kapok? Aranyér kapsz. Aranyat. Aranyért kapok aranyat? Akkor adok egy aranyat és adjam már kettő aranyat. Nem. Nem? Akkor add vissza az aranyamat. Ott van. Egyért adok egyet. Akkor itt van egy arany, kérek egy aranyat. Vedd be. Hát ez nem normális. Hát ez így. Jó, menjünk innen. Húzzunk innen, mert én ezt nem bírom. Szerintem innen menjünk, srácok, majd a videó végén írjátok a kommentben, hogy szerintek melyik a jobb étterem. Hát nem tudom, nem hiszem, hogy ez lesz az. Szerintem még nem itt kéne kiugrani. Hát lehet, hogy nem itt kéne kiugrani. Én megettem ezt a Ennyire rossz? Ez nagy, ez penészes kenyér, csak úgy szólok. Jézusom. Tehát inkább ne fúzz le. Akkor menjünk az öcsilagosba. Jól van, gondolom, hogy az a PRO. Gondolom, hogy a pizzázóra gondolsz, nem? Ja. A normális pizzázóra, jól van, oké, akkor menjünk oda, nézzük meg. Miért ezt a pizzázónak hívnád? Amit hát, az előbb láttunk? Nem tudom, hogy ezt minek hívnám, de érdekes dolognak az biztos. Üdvözlöm Önöket a Kró pizzázóban, mivel szolgálhatok? Alapból egy jó kezdés, vannak itt üzék, vásárlók, meg hát ja. Igényesebb. Ez normálisabbnak tűnik. Jó napot! Szeretnénk igazából, milyen pizzát szeretnél? Nem tudom, szalámis.
Oké, igazából akkor a kutyámnak kéne egy szalámis pizza, én meg akkor kérnék mondjuk egy hawaii pizzát. Amúgy igen, tudom, nagyon sokan azt mondják, hogy a fúj ananászra, mi az pizzára, ananász, fúj fúj, de én azt szeretem. Nem is az, tök finom. Amúgy, szóval ja, kérnék akkor egy ananászos pizzát. Tóval akkor egy hawaii és egy szalámis pizza. 32-es vagy 52-es? 32-es szerintem bőven elég, nem? Aha. Jó, neked igen 52-es gondolom, ugye? Nyilván. De jó, jól van. Nem, elég rossz a 32-es. Jó, akkor 2 32-es pizzát kérnénk. Rendben. Egyebet? Én kérnék egy teát mondjuk. Rendben. Te és kis a... kész. Ez a valami? Valami? Kutya vagyok amúgy. Na. De... hát van csont? Hát csont az nincs. Mert nincsen most maradék. Jó, akkor semmi. Jó, akkor igen, a pizza és egy kis tea. Na, ennyit kérnénk. Köszönöm, mindjárt visszam önöknek a rendelésüket, addig üljenek le. Oké. Okay. Kiüljünk, vagy bent üljünk? Kint esik, szóval össze nem üljünk bent. Ja, és állok a bundám amúgy. Na. Na jó van, akkor... Vajon mennyi idő, amit kihozzák? Hát, nem tudom, igazából... Húztok és mind figyeld! De wow. Menő harcolnak. Wow, igen, nagyon menő. Na jó van. Szerintem akkor, hogyha megjön, akkor visszajövünk, addig pillanat. Aha. Mikor jön már meg a kajánk? Kezdek éhes lenni az a izé után. Én is. Az az utc után, amúgy már tűnt helyen volna. Maguk mögött. Tényleg? Mögött. Ah. Tényleg itt van. LOL. Oké. Ez de menő. Jó, várjál már, ez a tied. Jó, nyugi, tessék. Jól van. Oké, na. Oké, akkor egy kis tea. Nyam. Egy kis hawaii. Ez amúgy elég finom volt. Ó, ez finom. Kicsikét pikáns, de nagyon jó. Nekem nagyon tetszik, oké, fizessünk szerintem, jó van. Rendben. Mennyi lesz, uram, ez a kaja? Nagyon jó volt amúgy, köszönjük. Ez így 10 darab arany. 10 arany csak? Jól van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parancsoljon. Adjál meg borra valót így. Tessék, tudom, akartam adni. Még ennyi lesz, köszönöm. Köszönjük szépen, köszönöm. És további szép napot, viszlát. Köszönjük, viszlát. Na jó van, srácok! Ez egész jó volt. Álljunk be ide. Igen, hogy nagyon állszunk. Srácok, hogy tetszett ez a videó, akkor mindenféleképpen egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, meg minden. És ha még akartok ilyen videókat, akkor mindenféleképpen írjátok le a kommentbe, meg azt is, hogy vajon melyik étterem volt a jobb, és iratkozzatok fel kisnek a csatornára, és meg minden. És akkor igazából... ja, és akkor igazából találkozunk legközelebb. Én Dani voltam! Sziasztok! Ő pedig Kis, sziasztok! Sziasztok, elindult Kisnek egy saját csatornája, hogyha esetleg szeretnétek bekövetni, akkor a leírás legfelsőbben megtaláljátok. Érdemes, ugyanis minden nap általában új tartalmakat tölt fel, ahol általában csak ő van benne, szóval iratkozzatok fel rá, és hát akkor ja, ennyi.